Az első fél idővel nem vagyok nagyon elégedett, ez elég gyengécske produkció volt mindkét fél részéről. Ugyan sikerült egy-két helyzetet kialakítani, de nagyon hadilában álltunk a végjátékkal. Második fél időben viszont értékesítettük lehetőségeinket, nagyobb százalékban, mint ugye az ellenfelünk. És ugye ez a 2-0, ez magabiztos győzelmet takar. A második fél időben volt egy 15 perc, amikor egy kicsit magunkra húztuk a Sándor falvát, de összességében úgy érzem, hogy mi többet tettünk a mérkőzésen a győzelem érdekében. Most már azért kiegészültünk, tehát elég bő keretet tudunk dolgozni, látszik most már a heti ritmusú edzésmunka, úgyhogy szép lassan be tudunk kapcsolódni a bajnokságba, és remélem, hogy megtaláljuk a pozíciónkat ott az első 6-8 fertáján. A szélső játékunk az kicsit hagyott kívánni valót maga után, de még egyelőre ismerkedünk a játékosokkal, posztokkal, sokan vannak, akik játékhiánnyal küzdködnek, úgyhogy ez érezhető volt. Egyre többet kell nekik is majd lehetőséget biztosítani, én is egy kicsit bátrabban tudjak belenyúlni a csapatba, ki tudjam használni ezt az 5 cserét, ami adva van a megyei osztályba. Luxus ezt nem kihasználni, sajnos egyelőre nem tudok még olyan embereket becserélni.